A Pest Hidegkúti Gyermekek Háza nemzetközileg is elismert oktatási intézménnyé vált az elmúlt 25 évben. Lányi Marietta pedagógiai vezető szerint sikerük titka, hogy igazodnak a gyermekek sokszínűségéhez. Felnőttként kell őket kezelni a tanulási helyzetekbe, döntési lehetőségeket biztosítunk számukra. Csoportba tanulnak, párba dolgoznak, egymástól tanulnak, kevesebbet tanulnak, többet tanulnak, tehát egy gyerekekhez igazodó, nagyon egyénre szabott, differenciált, adaptív tanulási környezetet biztosítunk. A differenciált és integrált oktatás módszertanával dolgozó iskolában a negyedszázados évforduló alkalmából szakmai konferenciát rendeztek pedagógusok, oktatáskutató szakemberek részvételével. A kerekasztal beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy egy nem kötelezően bevezetett pedagógiai hálózatrendszer alkalmas lenne a tapasztalatok és a tudás megosztására. Pokorni Zoltán úgy véli, nem csak a tanárokat, de a szakmán kívülieket, például a szülőket is érdemes bevonni az oktatási reformokba. Amikor kontextusba helyezzük a dolgokat, amikor szituációban próbáljuk megmagyarázni, minél inkább a valóságos élethez közelítve mindazt, ami körülvesz bennünket, az annál jobb, és annál inkább lesznek ők sikeresek. És ebben nagyon nagy szükség van tartalmilag is a szülők szempontjaira, magukra a szülőkre, mert sok esetben itt egy ilyen szubkultúra, pedagógus, üvegházi szubkultúra torzítja a látásmódunkat. A Gyermekek Háza alternatív alapozó program a Klebersberg Kuno általános iskola és gimnázium részeként, mint önálló pedagógiai program működik. A program 8 évfolyamból áll, évfolyamonként egy-egy osztályt működtetnek. A rendőrség napja alkalmából most a sorozatbetörőket kézre kerítő egyenruhásokat is jutalmazták. A 12. kerületi rendőrkapitányság 15 munkatársa részesült elismerésben példaértékű munkájáért a Hegyvidéki Önkormányzat és a Közrendvédelmi Alapítvány támogatásával. Segyevi Zoltán kerületi rendőrkapitány szerint is fontos a rendszeres visszajelzés és a kimagasló teljesítmény nyújtó munkatársak elismerése. Olyan kollégákat jutalmaztunk, akik valami olyan plusz tettek bele a munkába, akár szabadidejük terhére, akár a családjuk rovására is, ne adj Isten, de valamilyen pluszt mutattak ahhoz, hogy a rendőrkapitányság sikeres lehessen, és az itt élők minél nagyobb közbiztonságban élhessenek. A pénzjutalmat biztosító közrendvédelmi közalapítvány 2009 óta működik a Hegyvidéken, egyik legfontosabb feladata pedig a kerületi rendőrség munkájának támogatása. Az önkormányzat azonban nem csak az alapítványon keresztül, de saját költségvetésből is segíti a kapitányság működését. Ennek köszönhetően például növelni tudták a közterületi járőrszolgálatok óraszámát. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzattal nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani, személy szerint nekem is, de már évek óta a rendőrkapitányságnak is, és elsősorban bűnmegelőzés, balesetmegelőzés, az itt élő állampolgárok biztonságának a szavatolásában dolgozunk együtt. A rendőrség napját 1992 óta Szent György napján rendezik meg. Stafétabot helyett rendhagyó módon egy-egy fakanalat adtak egymás kezébe a barátságváltó résztvevői. A hűvös idő ellenére is több százan látogattak el a normafához, hogy az iskolai mezei futóverseny lezárásaként az utolsó megmérettetésen, azaz a barátságfutáson is részt vegyenek. Az a természeti csoda, ami itt van, és a városra a kilátása szerintem önmagáért beszél, és maga a levegőnek a tisztasága az pedig abszolút egy másik nagyon fontos pont volt, amikor választottunk. Az iskolai mezei futóvilágbajnokságot több mint 25 nemzet sportolóinak részvételével rendezték meg. A versenyeken több mint 500 diák állt rajthoz. A barátságfutás megszervezésében a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. És a Normafa Park fenntartó intézmény is részt vett. A Magyar Diáksport Szövetség keresett meg minket azzal a kéréssel, hogy egy olyan helyen szeretnék rendezni az eseményt, ami azért Budapestre jellemző, illetve zöld környezetben található, és mi úgy gondoltuk, hogy örömmel ajánljuk fel a Normafát, illetve az Annarét területét. A magyarok közül a legjobb eredményt a lányválogatott érte el, ők a 6. helyen végeztek, a fiúk pedig a 7. lettek.